Hejdå. Sziasztok, Matilda vagyok, és a mai videóban a kedvenc női szereplőimről lesz szó, karakterimről. Ugye ebből nemrég csináltam egy férfi szereplőset, azt ide belinkelem, és akkor most jön ennek a párja női szereplőkkel. Ugyanúgy 10 darabot válogattam össze, mint a férfinál, a férfiasnál, a férfi szereplősnél, úgyhogy akkor nézzük is. Első nem más, mint Annabeth Chase, nyilvánvalóan. Imádom a Percy Jackson sorozatot, és ez ilyen alapbeállítás, hogyha szereted a Percy Jackson-t, biztos, hogy imádod Annabeth-t. Na jó, nem alapbeállítás, de én imádom Annabeth-t. Ugye a Percy Jackson miatt kezdtem el olvasni, és Annabeth volt az első ilyen badass női karakter, akivel könyvben találkoztam. Nyilván, mivel az volt az első könyv, amit olvastam. Mármint ilyen rendesebb könyv, nem ilyen póniklubos limonádé. Percy és Annabeth dinamikája eleve ilyen. És Annabeth meg ráadásul nem is az a... nem annyira az a tipikus badass női karakter, mert mint ezekben az ilyen újabb a fantasyban, mert ugye abban általában ilyen nagyon sablonos karakterek szoktak lenni. Annabeth meg nem olyan, tehát hogy ő benne ez is nagyon jó. Másik Rick Riordan karakter, aki technikailag mind a két videóba beletehettem volna, mert hogy ez a Magnus Chase sorozatból származó karakterünk nem más, mint Alex Fierro, és ő gender fluid, aminek magyarul nem pontosan tudom a megfelelőjét. Az a lényeg, hogy Alex olyan a könyvekben, hogy lány, meg fiú is. Egyik nap ez, másik nap az, ez ilyen... ez így van. Na most ezt nem tudom máshogy elmagyarázni, mindegy, szóval gender fluid. A könyv elején, mikor megismerjük lány, és a könyvek nagy részében lány, de valamikor fiú. Úgyhogy most azért a női karakterekhez soroltam, de igen, mehetett volna mind a kettőhöz. Igazából ebből a szempontból nem teljesen lényeg, csak hogy csak azért szedtem külön a nemekre a videókat, hogy valami szerint tudjam kategorizálni. Ne ilyen, szóval Alex. Na most az első Magnus Chase könyv is rettenetesen jó volt, és imádtam. Természetesen Rick Riordan könyv. Nem is lehetett máshogy. De Alex bejött a második részben, és onnantól ekkor átugrott a Magnus Chase sorozat szintje. Tehát, hogy akkor arc Alex. De tényleg, és Magnust annyira tudja szivatni. És nagyon, nagyon-nagyon menő. És amúgy a női karakterek fel, akiket felírtam, azért szeretem, mert ők számomra az olyan fajta badass karakterek, lány karakterek, női karakterek, akiket szeretek. Tehát nem az, azért mondjuk azt, hogy badass, mert egyszer csinált valamit, de amúgy meg mindenki más csinálja helyettük a dolgokat, hanem ők tényleg csinálják a hátsóba billentéseket. Igen, következő Ginny Harry Potterből. Ginny... a filmekben nem bírtam Ginnyt, és nagyon sokáig csak a filmeket láttam, aztán elolvastam a könyveket, és rájöttem, hogy Ginny karaktere teljesen más a könyvekben, és sokkal jobb, és utána már nagyon is szerettem őt is, mert tehát a filmekben olyan kis szerencsétlen, most úgy őszintén nem, de a könyvekben meg ugyanez a belevaló csajszi, mint az előbb említettek is. Aztán szintén Harry Potterből McGonagall professzor. McGonagall professzor hatalmas nagy arc. És a kedvenc jelenetem vele, amikor az ötödik, igen, szerintem amikor az Umbridge van, akkor mondja azt, az a jelenet az annyira jó. Amikor mondja Harrynek, hogy have a biscuit, Potter. Magyarul nem tudom pontosan, hogy vegyél egy kekszet, vagy valami ilyesmi, de az számomra az külön legendás jelenet a könyvekben, annyira jó. Szigorú és félsz tőle, de amúgy van egy olyan jó stílusa, hogy nem tudod nem imádni. Következő, ez egy új, nemrég olvasott, relatív, szóval egy idei olvasmányomból kikerült szereplő. Ez pedig nem más, mint a To Kill a Kingdom egy birodalom végzetéből Lyra, nem tudom pontosan a kiejtését, hogy kéne. Ugye ő volt a Sirén hercegnő a könyvben, és én rettegtem attól a könyvtől, mert vöröspöttyös volt, és nem tudtam mire számítsak, és kishablány újramondás, és így teljesen féltem, hogy Jézusom, ez ne egy olyan legyen, amit én utálok, és nem olyan volt, és imádtam. Meg volt az a vérengzős fele a csajnak, tehát ez a egy vérengző szirénről beszélünk, de amúgy meg nem tudtam nem bírni
a karakterét, meg a beszólásait, meg ott az Elian herceggel folytatott kis oda-vissza szúrogatásait. Következünk, túl vagyunk az ötön, oké, akkor hatodik. A Vaják sorozatot rettenet régen olvastam. 3 éve, tehát nem annyira nagyon rettenet régen, de már ahhoz képest, hogy azóta hány könyvet olvastam, úgy könyvekben mérve már nagyon sokat olvastam azóta, és nehézkesen emlékszem azért már lassacskán, hogy mik, hogy történtek. De a Vaják sorozatból Ciri, most azt hiszem a sorozatban Cirinek mondták, fogalmam se volt soha, hogy kell kiejteni a csajszi nevét. Jó, nem azt mondom, hogy tényleg ilyen eldobom az agyam kedvencem, mert voltak azért érdekes dolgok ott a könyvekben, amikre így nézegettem, hogy biztos ezt akarod csinálni? De alapvetően meg szeretem, főleg a Geralt-Ciri páros, írtó cukik egyébként az ilyen kis feltő apuka, meg a bajkeverő lánya dinamika az. Így neveld a sárkányodatból kedvenc karakter, Kamikázi. Úgyhogy igazából, hogyha valaki olvasta odáig, amikor Kamikázi bekerül a képbe, akkor szerintem megérti miért, mert ugye Kamikázinak megvan az a karaktere, hogy ugye mindig szajkózza, hogy hát a fiúk azok rosszak, meg a lányok úgyis jobbak, mint a fiúknál, mert ugye az ő törzse az a az ilyen női törzs. Na és akkor ezt mindig ugye mondogatja, és akkor amikor meg hablat csinál valamit, akkor elmondja mindig, hogy hát ahhoz képest, hogy fiú vagy, ez nem volt rossz. Igen, végül is Kamikázi így kb. Astrid megfelelője a filmekből. Fogjuk rá, hogy a megfelelője, és hogyha valaki figyelt a videó során eddig, akkor valószínűleg rájön, hogy miért szeretem Kamikázit is. Következő Trónok harcából is, amúgy körülbelül ugyanazokból a könyvekből válogattam végig szereplőket. Szóval Trónok harcából nagy kedvencem volt mindig is Ygritte. És abszolút Ygritte és Jon Snow shipper vagyok, és nem. Dannyvel nem. Nem. Az nem. 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 Mm-mm. Nem. Ygritte-t kell egyébként így még külön magyaráznom, tehát hogy így szerintem amúgy nem. Következő Arwen. Na most nyilván nem annyira a könyves Arwenre gondolok, mert nem túl sokat szerepel szegény a könyvben. A filmekben annál inkább, mert ugye ott próbálták már jobban a női karaktereket is bevonni, hogy azoknak is legyen már valami szerepük, ha már egyébként ott vannak, és egyébként van egy csomó erejük, meg tök sok potenciál van a karakterükben, csak így a sztorihoz a könyvekben nem adtak hozzá külön semmit. Arwen talán az elsőben meg van említve, hogy Frodo így bámulja. És körülbelül ennyi szerepe volt szegénynek, meg a végén ugye adta az zászlót. Na igen, szóval inkább a filmes Arwen, amikor harcol a lidércekkel, meg ilyenek, azért az úgy sokkal jobban megkedvelteti a karaktert. Az utolsó karakterünk az nem más, mint Emma Woodhouse az Emma című Jane Austen kötetből. Sokszor elmondtam, hogy így talán az abszolút kedvenc Jane Austen kötetem nekem az Emma, mert Emma karaktere egy kicsit más, mint a többi Jane Austen karakter, ő viccesebb, meg fiatalosabb, meg másmilyen teljesen tényleg. Sokkal jobban úgy érzem, hogy Emma karakterével jobban tudok azonosulni, mint a többi karakterrel, úgyhogy valószínűleg ezért érzem úgy, hogy ő egy kedvenc karakterem nekem is. Jó, úgy érzem, talán a lányoknál kicsit jobban tudtam érvelni, hogy miért szeretem őket, mint a fiúknál, de mindegy, szóval az a lényeg, hogy szeretem őket, és nem kell külön indokolnom. Ennek csak az lett volna a lényege, hogy elmondtam, hogy szeretem őket, csak annak nincs értelme, hogy felsorolok 10 karaktert minden további magyarázat nélkül. Kommentben hagyjátok lent, hogy nektek kik a kedvenc női szereplőitek. Köszönöm, hogy megnéztétek a videómat, hogyha tetszett, nyomtok egy like gombot, és iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok, viszlát a következő alkalommal!